Sziasztok, Ákos vagyok, és ma egy nagyon izgalmas zöld nokedlivel érkeztem hozzátok, amihez fogunk készíteni egy besamel alapú trapistás sajtmártást. És még megbolondítjuk egy kis hagymás pirított baconnel, dióval, úgyhogy let's go, kezdjük el! Az első lépésünk az lesz, hogy a spenótunkat megblansírozzuk a galuskához, amihez én már fel is tettem egy fazék vizet forni. Spenótot most kézzel kinyomkodom, nagyjából átaprítom, aztán jöhet egy turmixgépbe vízzel, tojással együtt, és szétcsapjuk. Már előre kimértem a lisztet, úgyhogy már csak annyi a dolgom, hogy ezt a spenótos, zöld, vizes, tojásos krémet kikeverjem a liszttel. Persze jöhet hozzá még só és bors is. Következő lépésünk, hogy a kockázott békönt és félfőre vágott hagymát átpirítjuk zsiradékon, aztán körülbelül a vége előtt 2 perccel hozzáadjuk a szeletelt fokhagymát is. Ezzel kész is vagyunk, szép színe lett, nézzétek meg, gyönyörű szép pirosas pirult, úgyhogy ezt tálalásig félre is teszem. A besamelles sajtmártáshoz felolvasztjuk a vajat, aztán hozzáadjuk a lisztet, ezt kipirítjuk, megszórjuk egy pici füstölt fűszerpaprikával, kurkumával, felöntjük a tejjel, kiforraljuk, és végül belekeverjük a reszelt trapistát. Kiforrt a besamel alapunk, lereszeltem a sajtot, most már elzártam a hőt, és még így forrón belekeverem a reszelt sajtot. Most ezt sózzuk, borsozzuk, és hogyha jók az ízek, akkor már csak annyi van hátra, hogy megfőzzük a nokedlit. Ezzel kész is vagyunk, már csak a tárolás van hátra, annyi különbséggel, hogy még egy kis dióval megbolondítjuk a hagymás történetünket, és a tárolásnál egy kis petrezselyemmel is megszórjuk. Hát ez lett volna az én egyszerű, de szerintem nagyon nagyszerű trapista sajtmártásos zöld nokedlim, szerintem próbáljátok ki, nem fogtok csalódni, aztán találkozunk legközelebb, tudjátok, ne felejtsetek el mindenhol is követni minket, Zsolti szerint az utcán ne, de szerintem ott is nyugodtan, sziasztok! A szuper sajtos receptek támogatója az Ammerland.